és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a televíziónak a nézőit, akik a Szentmisét televízión keresztül fogják megnézni. Missziós vasárnap van a mai napon, a missziókért imádkozunk, ahol nehéz helyzetben misszionáriusok hirdetik, terjesztik a hitet. Imádkozunk azért is, hogy bennünk megmaradjon a missziós lelkület, hogy mi is tanúságot tegyünk Jézusról. Az evangéliumban, amikor olvassuk a mai részletet, akkor a szolgálatról olvasunk. Hogyan kell, hogyan tanít minket, hogy szolgálnunk kell. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és csalasztással. Én milyen nagy védkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szemültelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és kéreket testvéreim, hogy imádkozzatok életem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Yeah.
miatt, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk neked, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A próféta ezt mondja az eljövendő üdvözítőről. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedést tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza. Ez az Isten igéje. Szentlecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ezért legyünk álhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Ez az Isten igéje. Az időben Zebedeus fiai Jakab és János oda mentek Jézushoz, és ezt mondta: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszol:
nem tudjátok, mit kértek? Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a kerességgel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték, meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta, a kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a kerességgel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt hallotta, megneheztelték Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mai evangéliumban Jézus a szolgálatról tanít bennünket. Az első olvasmányban az Úr szolgájáról olvasunk, akiről Izaiás megjövendüli, hogy szenvedni fog, szenvedése után feltámad. Jézus előtt 500 évvel történik ez a jövendülés. Az evangéliumban a két főapostol, Jakab és János azt kéri, hogy az ő országában ők jobbról és balról üljenek. Ez a kérés egyrészt azt jelenti, hogy elismerik Jézust messiásnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy örömteli, de sokkal nagyobb fájdalom van mögötte, azért, mert félreértik Jézust. Mindazt, amit tanít, hogy ő nem e világnak az ura, hogy ő meg fog halni, fel fog támadni, mindezt nem értik az apostolok. És talán jelképesen gondolják, amikor Jézus a haláláról beszél, meg a feltámadásáról. Gyakran beszélt Jézus képekben, példabeszédekben, és talán ilyenkor is azt gondolják, hogy most is példabeszédekben, vagy képekben beszél. Többi tíz apostol megneheztelnek rájuk. Látjuk azt, hogy bennük is ugyanazok a vágyak vannak, mint ebben a két apostolban, csak ők nem fejezték ki ezt a kérésüket Jézusnak. Jakab, János és Péter, a 12 közül még ki voltak külön választva, és Jézus velük külön foglalkozik, ezért helyén valónak tartják ezt a kérést, mert Jézus választotta őket ki a 12 közül. És utána Jézus elkezd beszélni az ő szenvedéséről, kerességéről, ami alatt szintén érthettek valamilyen jelképes cselekedetet, mint ahogyan keresztelő Jánosnál történt a vízzel való leöntés, a bűnbánatra keresztelkedtek, valami hasonlóra gondolhattak Jézusnál is, amikor Jézus a keresztelkedéséről beszél. Alkalmat ad ez Jézusnak arra, hogy a szolgálatról tanítson, hogy ő milyen gondolkodást hozott erre a világra. A világban ugye az emberek hatalmaskodni akarnak egymás fölött, egymás fölé kerekedni, azt tartják nagyobbnak, akit kiszolgálnak, és Jézusnak a gondolkodásában, kultúrájában ez egészen másképp van. Sok mindenben állítja Jézus a feje tetejére a világnak a gondolkodását, és ez is az egyik ilyen, amikor ő egészen az ellenkezőjét tanítja, mint a világban van. Hogy az a nagyobb, aki szolgál, az a nagyobb, aki tud másoknak szolgálatot tenni.
Egyik alkalommal Jézus meggyógyítja Péter anyósát, és úgy olvassuk az evangéliumban, hogy miután meggyógyult, fölkelt és szolgált nekik. Ha ezt az eseményt, ezt a csodát megpróbáljuk jelképekben értelmezni, akkor lehet úgy is megfordítani a gondolatot, hogy az az ember, aki nem szolgál, az beteg. A gőgnek a betegségében van, a büszkeségnek a betegségében, a kevésségnek a betegségében van az ilyen ember, aki nem tud szolgálni. És amikor eljut az ember arra a szintre, hogy már tud szolgálni másoknak, akkor az az ember meggyógyul. Meggyógyult a bűnnek, a gőgnek a lázából, a kevésségnek a lázából. Keressük azt, hogy kinek és hogyan tudunk szolgálni a környezetünkben. Ugye elsősorban itt a családtagokra gondolok, amikor a szülők szolgálnak a gyerekeknek, vagy a nagyszülők szolgálnak az unokáknak, és sokféle más szolgálatot is találhatunk, amire sokszor megkérnek bennünket. Amit nem kellene megtennünk, de szolgálatból megtesszük. És Jézus a példa számunkra, aki a világnak az Ura, Teremtője, és így tud a leprásoknak, bűnösöknek, különböző rangú embereknek szolgálni, elviselni a farizeusoknak a szemtelenségét, meg nem értettségét, és sok mindent tudunk még Jézusról felsorolni, ahol ő szolgál. Legjobban szolgál Jézus a kereszten, amikor értünk adja magát, föláldozza, hogy nekünk életünk legyen. Ezzel a mondattal fejezem a prédikációt, amit amikor Jézus mondja, hogy ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgálta, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Amen. Hiszek egy Istenben. Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született nem teremtmény, az Atyával egyénjű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi községünkért. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberekért. Koncilius fiatos alatt értünk keresztre feszítették, imalát szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írásos szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, korunkban és életünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit végig imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavába. Hiszek az egy Szent, a katolikus és apostoli hadiszentekvásban, valóban az egy a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy ugyanaz a lelkület éljen bennünk, amely Szent Fiát, Jézus Krisztust eltöltötte. Add Urunk, hogy egyházak pásztorai az alázatosság szellemében híveiknek szenteljék életüket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy a szerzetesek életéből felismerjük az evangéliumi tanácsok, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség értékét. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hadd urunk, hogy a világ vezetői tisztségüket ne uralomnak, hanem szolgálatnak tekintsék. Add, hogy szenvedő testvéreink elfogadják kezedből a keserűség kelyhét a maguk és mások üdvösségéért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a kísértés nehéz óráiban és hűségesek maradjunk szent akaratodhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a halál küszöbét átlépve fiathoz hasonlóan mi is eljussunk az örök dicsőségbe. És 16. születésnapját ünneplő Petráért könyörgünk testi-lelki egészségért, Noémiért és Áronért, ajándékozz meg őket, Urunk, minden szükséges kegyelemmel. Kérünk téged, hallgass meg mindent. Kis Dominik gyógyulásáért könyörgünk, János testvérünk gyógyulásáért, beteg László, Erzsike, Antal és József testvéreink gyógyulásáért könyörgünk. Kérünk téged, hallgass meg mindent. Testi-lelki egészségért könyörgünk, Beáta, Igor és Marina, Mária és Etela, békességért és testi-lelki egészségért, Gyula, Tarasz, Kátya, Adalbert és Mónika, testi-lelki egészségért könyörgünk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Egy éves házassági évfordulójukat ünneplő Katalin és Tamás testvéreinkért könyörgünk a szűzanya segítségét és oltalmát kérve az ő életükre, szerencsés utazásukért könyörgünk, István és Csilla megtéréséért könyörgünk, nagy család békességét és testi-lelki gyógyulásáért könyörgünk. Fogad elünk egy család háláját, Nánási Antal sikeres szívműtétjéért, továbbra is kérik az Isten segítségét és mielőbbi felépülését. Elhunyt testvéreinkért könyörgünk, Keszler László, 2 hónapja elhunyt Kmet Magduska, 2 éve elhunyt Baráti Anna, Zsáltvai József és Emma, Tribusz Antal, László és Éva, a Szűcs és a Bednarik család elhunyt tagjaiért könyörgünk, fogadd be őket, Urunk, a mennyek országába. Elhunyt testvéreinkért könyörgünk, Bródi József és Bibikó Miklós, István, Ilona, József, Erzsébet, Gyula lelki üdvéért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért könyörgünk, Rozáliáért, Rigó Istvánért, Illár Józsefért és Magdolnáért, fogadd be őket, Urunk, a mennyek országába. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyi atyánk, aki fiadat azért küldted a világba, hogy mesterünk és példaképünk legyen, engedd, hogy az ő nyomdokain járva eljuthassunk hozzád, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Oh,
Részesei lehessünk az örök életnek
és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ővele a tiéd mindenható Atyaisten, Szent Lélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiállt szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Thank you.
fölkik a földön, kibocsátott lelkedet és életre kelnek, és megújítod a földnek szívét.
Krisztus, ami Urunk által. Szolgáló szeretett szentje Árpádnak Szent Erzsébet tiszteltenek a nyomdokai, Szent Márton Egyesület zarándokot szervez Kassára és Jászlóra, november 17 és 18 között. Többi részletet a hírhatóban tudjuk megtalálni, vagy a hirdetők ábrán. A 21-es csatornán veszik fel a adás a szentmisénket, és úgy emlékszem, hogy a Facebook oldalon lehet megtekinteni, újra tudjuk ajánlani másokra is. Most megmondom a más közösséget, hogy a katekézist hirdessék, ami jövő héten kezdődik, hétfőn és csütörtökön, ez 6 órától. És van egy kis közösségi klubban, több éve tartják ezeket a katekéziseket, és rendszeresen van külön szentmiség, és azon kívül szoktak találkozni, Bibliát olvasni, imádkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mi itt egy ilyen csoporttal vannak, vagyunk, többsége a Mukácsi misszióban van. Van itt egy család David Mártával, ők spanyolok, 4 gyerekkel. Itt van Júlia és Vadim, akik rónaiak, 2 gyerekkel. Aztán van itt egy lánytestvér Olaszországból, Márcia. Van 2 szeminarista, Erli a Dominikán Republikából, és Vlad, aki innen munkásrovadó, és én, Kati vagyok, innen Ungvári. Miért jöttünk ide? Mert én sokan ismertek engemet, mint valakit, aki itt nőtt fel ebbe a templomba, aki hittanokra jár, rózsafüzért imádkozott, sok mindent csináltam itt. De nekem az volt a tapasztalatom, amikor kimentem tanulni Kijevbe, és elvesztettem ezt a környezetet, ahol mindenki templomba járt, ahol mindenki azt csinálta, ugye, ahogy a templomba tanítottak. És ilyen serdülőkorban nagyon nehéz volt megmaradni a templomba. És egyszerűen bekerültem egy rendes kollégiumba a diákok közül, és nem kell sokat magyarázni, hogy hogy élnek a diákok. Hiába akarjuk, hogy jól éljenek, de minden ott van. És látom, hogy azon nem tudok se templomba járni, nem tudok se úgy élni, ahogy tanít az egyház. És már amikor valakit szeretni akartam, az volt a tapasztalatom, hogy vagy engemet használtak ki, vagy én használtam ki másokat. És a végén ahhoz jutottam, hogy amikor saját magamat néztem a bűneimmel, meg avval, hogy mit várnak tőlem otthon, ugye, mert az a családom hozott engemet a templomba. És mi van az igazi életemben? Egy hatalmas csalódás volt számomra, és nem láttam értelmét semminek, sem az életemnek, sem a tanulásomnak, semminek. És azt is megértem, hogy elváltak a szüleim, és az ő házasságukat nézve, azt szintén ugyanúgy gondoltam, hogy egy házasság, ez egy lehetetlen dolog. Úgy, hogy megbocsássanak egymásnak, hogy hűségesek legyenek egymásnak, hogy azt az esküt, amit megmondtak, hogy betartsák életük végéig, ez egy lehetetlen dolog. És az én tapasztalatom is ez volt a kapcsolataimban, hogy szeretni valakit egy lehetetlen dolog. Megbocsátolni valakinek valami apróságot még lehet, de valami komoly dolgot lehetetlen. És egy ilyen évkorba, amikor nem volt értelme semminek, akkor visszajöttem az egyházba, de az volt szintén az a volt a tapasztalatom, hogy hallottam, hogy mit mond az Isten igéje, láttam, hogy mi a jó, és visszamentem a környezetembe, és nem tudtam ezt teljesíteni. És ez még egy nagyobb csalódás volt, mert láttam, hogy nincs erőm változtatni semmin. És akkor hallottam egy ilyen meghívást, egy ilyen hittanokra, ami mondta, hogy gyere, gyere, gyere.
és ami reményt adott nekem tovább menni, és amit tényleg visszahozott az egyházba, az egyetlen szó, amelyik azt mondta nekem, hogy Isten olyannak szeret, amilyen vagyok. Ismerve a vétkeimet, ismerve a kurdarcaimat, ismerve azt, hogy nem lehetek hű semmihez, az, hogy saját erőmből nem tehetek semmi jót, azt mondta nekem, hogy szeret engem. De nem csak engem, hanem a szüleimet is, azokat az embereket, akik bántottak, azokat az embereket, akik megaláztak. És ez a szó adott nekem erőt tovább menni. És miért mondom, hogy fontos számomra a közösség? Mert ebbe a közösségben nyertem egy környezetet, ahol Isten igéje nem csak annyi volt, hogy szeret engem, de konkrét embereken át megláttam, hogy tényleg szeret engem. Konkrét emberek bocsánatán át tapasztaltam, hogy az Isten bocsánata ez nem csak egy ilyen szó, amit szépen megmondanak a templomba, hanem ez egy igaz tény. És ha én ma itt vagyok, és van legalább egy kis bátorságom beszélni önökhöz, csak azért, mert ez a tapasztalatom, hogy Isten szeret így, ahogy vagyok, és az, hogy tudtam tovább menni, visszajönni a templomba, vagy nem nézni saját magamat, az ő erejével volt. És ezért hívjuk önöket is ezekre a katehézisekre, amik hétfőn és csütörtökön van. Mert hogyha van valami hasonló az életedben, hogy magányos vagy, hogy nem ért el sok dolgot, amit átélsz, hogy nehézségekkel küzdel, Isten mindenre tudhat adni választ. És Isten mindenből adhat egy új kezdetet. Nem tudom, ti, ismerőseitek, gyerekeitek, nem, szüleitek, akik nem járnak, hívjatok mindenkit, mert ennek a szónak ereje van, hogy megváltoztassa az életét az embernek. Kezdjük 6 órakor, magyar idő szerint azt jelenti, hogy 7 órakor, kijevi idő szerint a plébánián, hétfő és csütörtök. Szeretettel várunk mindenkit. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent Isten véget ért, menjetek békében. Isten.